Miket hoztatok? Én amit találtam otthon. Amit találtam otthon. Ez így nem ez lesz jó. Le fog szakadni. Majd így olyan növesszem. Így dőlnek el a dolgok, nem? Az egyik kolléganőm ajánlott a szalt. Kis meleg pulóverek vannak benne. Talán most már nem lesz rá szükség, de azért sose lehet tudni, nyáron is volt ide. Hol van a kötély? Majd hosszú kiszek a... Tessék jönni Rózsika néni, jó? Hoztunk pár dolgot, amire szüksége lett. Nem tudjuk, hogy tud-e főzni. Főzni nem tudjuk. Nem tudjuk, mert mosod az ember az ennivalómat. Hoztunk vajat, teát. Köszönöm szépen. Zöldségeket, meg gyümölcsöt. Azokat ide elrendezem. Zöldség, gyümölcs, jó? Ebbe tészták vannak, rizs, mosakodószer, zsebkendő. Azért meg tudok mosakodni, mert az azért. Zacskót is hoztunk, ilyen kis szivacsokat, sampont. Nagyon szépen köszönöm. Tusfürdőt, ilyeneket, jó? Én meg még hoztam ruhákat, jó? Még azért, hogyha esetleg ilyen melegebb pulóverekre szüksége lenne Rózsika nénének, jó? Kuborkát is, jó? Ez egy kis ideig elég lesz, hogy tudjon. Szatyrokat nem kell visszaadni, jó? Nem kell. Néhány hónappal ezelőtt jött velünk szembe az utcán, a barátnőmmel jöttünk hazafelé, és szegény elesett, a fél arca véres volt, és nagyon megsajnáltuk, akkor kísértük őt haza, és akkor találkoztunk ezzel az áldatlan állapottal, és a szívünk nagyon összeszorult, tehát a mostani esőzések azok még rengeteget rontottak az állapotán, elképesztő, hogy milyen körülmények között él, teljes életveszélybe, és szegény minden reggel úgy ébredt, hogy csodálkozik rajta, hogy egyáltalán túlélte ezt a éjszakát. Már a múltkor is a fejemre esett egy darab ilyen mindenik. Nagyon félik maszkolni. Most, amikor ilyen napokon keresztül szakadt az eső, igen, akkor... potyogott minden. Folyt itt a víz is befelé. Az. Éjjel aludt, arra ébredtem, potyogott a fal. No, tessék bejönni. Éjjel, ott van még egy darab lassan. Ott van, ott legyik, nézze. Egészen. Gyeregyem, de akkor nem tudom visszatérni. Nem kell. Jó van, köszönöm szépen, hogy segítsenek rajta. Nézze még csak milyen vizes. Ott te. Uh-huh. Se se fog hal, semmit. Nem bírok ebben a kis villanyjal, semmit csinálni. Nincsen nekem senki. Nincsen. Megmondom az őszinteséget. Nem hazudok. Akkor ma régen megcsináltam volna, még akár hogyan is vagyok. Ürödni nem tudok, csak egy laborban, egy rossz kis laborban. Az is el van repedve. A Facebook oldalon találtam egy megosztás által, amit egy hölgy rakott ki, mert ismeri a nénit, többször találkozott vele, és látta, hogy milyen körülmények között élt. Járt a házba, látta, hogy szinte nincsen semmije, a 60 ezer forintos nyugdíjából él, ami ugye nem elég szinte semmire a mai világban. Szociális munkások az ebédjét hozzák, ebben tudnak ők segíteni. Mi most hoztunk nekik élelmet, zöldségeket, gyümölcsöket, konzerveket, amivel tudunk segíteni. Próbáljuk rendbe tenni itt a kertet majd, és lebontani, ami lebontásra vár. Ehhez várjuk olyan vállalkozók segítségét, akik esetleg tudnának ebben segíteni, vagy bármi módon segítséget tudnak nyújtani, akár a munkával, akár olyan olyan dolgokkal, amit hozzá tudnak rakni, például fák, például WC is kell a néninek, mert nincsen hova elmennie most WC-re, fürdő sincsen a házba, nagyon rossz állapotban van a ház is, maga is. Szerintem itt a vége, tehát innen neki muszáj vagy elmennie, vagy ezzel a házzal valamit csinálni, mert így nem maradhat. Teljes életveszélybe él minden áldott órában. A Facebook oldalon szeretnénk nyitni a néninek egy segítségkérő oldalt, az lesz a címe, hogy segítsünk Rózsika néninek. Ide bárki elküldheti a felajánlását,
amit át tudunk venni Veszprém körzetében bárhol, de akár postán is megbeszélhetjük, hogy hogy tud eljutni a nénihez. Nagyon-nagyon sürgős segítségre van szükségünk, akár az önkormányzattól, akár valami vállalkozótól, aki a pillanatnyi állapoton tudna javítani, ami nagyon életveszélyes, akár lenejlonozni, hogy ne essen be az eső, mert folyamatosan ázik az egész ház, még egy nagyobb eső lesz, és össze fog dőlni az egész. Ezen azonnal segíteni kell, mert ez így nem maradhat. Tehát fedőfóliák. Fedőfóliák, bármi, ami tud segíteni. Aztán nyilván majd akár építőanyag és kétkezi munka. Így van. Keresünk olyan embereket, akik a kétkezi munkájukkal segítenének lebontani a lebontandó részeket, illetve megcsinálni itt a házat, amit kell.